picit annak a ténynek, tévhitnek nézünk mögé, hogy miért is betegszünk meg, és nagyon sokszor a megbetegedés mögött olyan akadémikus válaszokat kapunk, hogy hát ez genetikai eredetű, ez valamilyen hibás génműködésnek az eredménye, és hát ugye a genetikát nagyon gyakran említik meg, mint betegségeknek a hátterében húzódó okokat, és ugye ez a genetika, mint szó, az örökléstanról beszélünk, az élőlényeknek azt a részét hivatott boncolni, hogy hogyan is keletkezett, hogyan alakult ki az emberiség, és mindig valahogy ezzel a genetikai eredetű kifejezéssel valami sejtelmes mélységbe viszi, kicsit fel is menti az embert az alól, hogy ezzel a helyzettel kezdjen bármit is, hiszen ha ez már genetikai, akkor ez belénk hódolt, ez kikerülhetetlen, vagyis ebből következik az is, hogy gyógyíthatatlan. Ezzel a címkével ellátva egy kóságot, egy diagnózist, elveszik azt a motivációt, azt a lendületet az embertől, hogy a betegségének kialakulásának okát meglelje, és pont itt van ennek a genetikai eredetnek a csimbora szója, mert hogyha rámutatunk valamire, amit nem látunk, nem ismerünk, nincs elég ismeretünk ebben a témában, akkor egy picit alább is hagy a kedvünk ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, vagy változtatást eszközöljünk. Amikor genetikáról tanultam, akkor még azt mondták az iskolában, hogy majd, ha feltérképezzük a teljes géntérképet, akkor az összes eddig gyógyíthatatlannak hit betegséget meg fogjuk tudni gyógyítani, változtatni tudunk rajta. No, ezen már túl vagyunk, mert a teljes emberi génkészletet feltérképezték, már nagyon sok mindent tudunk erről, mégis egyre több esetben halljuk azt, hogy mivel genetikai alapú, ezen nem tudunk változtatni, ezzel a kórsággal, ezzel a betegséggel kapcsolatosan még mindig a genetikai háttér mögé húzódnak emberek, és emiatt sokszor nem csak a motivációt, nem csak a kedvet, hanem a kíváncsiságot is elveszik tőlünk, hogy vajon mit tudnánk ezen változtatni. Ebben a témában fog Karesz egy olyan tudományos összefoglalót adni, amit soha sehol nem adott elő, tehát ez egy teljesen új és abszolút premier előadás. Én nagyon élveztem ennek a felkészülésnek a hátterét látni, és remélem, hogy a kedves hallgatók is legalább annyira fogják érteni és élvezni a mai előadást. Azért is tartjuk ezt különösen fontosnak, hogy azt az elvesztett reményt, azt a teljes mértékben önmagunkról való lemondást egy picit új alapokra helyezzük, ugyancsak tudományos alapokra, arról a tudományágról fogunk beszélni, amiről nagyon keveset hallunk a fősodratú médiában, és arról, amiről szinte egyáltalán nem hallunk, hogy mi a genetikai működésünk alapja, mik határozzák meg a génjeinket, hogy valóban ők determinálják az életünket, vagy sem, van-e hatásunk ezekre, illetve a betegség, egészség kapcsán is egy teljesen más megvilágítást fog megmutatni Karesz a Germán Gyógytudomány fényében. Remélem mindenkinek felcsigáztam az érdeklődését és a kíváncsiságát. Kérem, önöket fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, páromat, dr. Budai László Károlyt, aki az élővilág működésének alapjaiba fogja önöket bevezetni. Tartalmas estét kívánok! Köszönöm. Köszönöm szépen Rékának ezt a felcsigázó bevezetét, hiszen a mai téma egy nagyon, hát, szerintem már régóta a kivesészett téma, mert azért mindig utalok rá minden tanfolyamon, amikor a sejtszintű szimbiózisokról beszélek, ami az élővilág működésének alapjait boncolgatja, hogy akik ott voltak, tudják jól, hogy az élet élésé élni akar, és mindig a túlélés érdekében megtörténnek olyan dolgok a szervezetünkben, amelyek ezt biztosítják. Tehát itt nem arról van szó, hogy genetikailag megbetegedtünk. Rögtön az elején közölni szeretném, hogy megint fordítva ülünk a lovon. Az a lényeg, hogy a medicina talál egy tünetet, és ezt kinevezi oknak, hogy ez a betegség oka. És kezeljük egy életen át, és persze, hogy nem gyógyul meg, mert nem a valós okot kezeljük. Tehát a genetikai elváltozások, kérem szépen, következmények. És ha a kiváltó okot megoldottuk, akkor a következmény is megoldódik. Rögtön az elején szeretném megköszönni a bizalmát annak a Debrecen mellett élő családnak, akik a epilepsziás és Dravet-szindrómás gyerekeket hozták el, és minek utána a tanfolyamon volt az egész család, kiderült, hogy ez a gyerek meggyógyult. Dravet-szindróma és epilepszia, ez volt a hivatalos diagnózis. A szülők génjeiben nem találtak semmilyen génhibát. És miután az édesanyja rendbe rakta magát, ez a 3 éves kislány teljesen rendbe jött, és papírt kapott róla a Bedesda kórházból, hogy nem kell gyógyszert szednie. Na ez a bevezetője a mai előadásnak, és akkor remélem, hogy mindenki érdeklődéssel fogja a dolgokat követni. Annyit szeretnék elmondani, mert a biológia, azt mindig mondom, hogy az élet tudománya. De az élőlények eredetének, testfelépítésének, működésének, a környezettel való kapcsolatának a megismerésével foglalkozik, hogyha ezt egy kicsit ki akarom bővíteni. És hogy az élet mi, az arra nagyon sokféle választ adunk. A biológia azt a választ adja, hogy az élő rendszerek létezési módja. És hát nyilvánvaló, hogy az életkritériumok azok arról szólnak, hogy az egyed az teljesen elhatárolható a térben a környezetétől, és képes önmagát ellátni, és képes önmagától szaporodni. Tehát ez az élő egyednek, szervezetnek, ez a biológiai tulajdonsága. És minden élő szervezetben egy hierarchikus szerveződést látunk, de ezt már a Germán Gyógytudományból is ismerjük, a hierarchiát, hál' Istennek, és a legkisebb élő rendszer, kérem szépen, az a sejt. És itt kell kezdjük a vizsgálódásunkat a sejtnél, és hát ezek ismert képek, csak nyilván, hogy a melléfűzött magyarázatok lehet, hogy másként hangzolnak most, mint egy 3 napos képzésen, de itt is az isteni hármasság nyilvánul meg a sejt felépítésében, mert van kívül a sejthártya, ami elválasztja a sejtet a környezetétől, belül találjuk a központban a sejtmagot, ugye, és a kettő között van a citoplazma, de hát ezt a képet én már többször vetítettem, amikor csak fórumot tartok, akkor ez a kép meg szokott jelenni ezeken a fórumokon. Tehát itt van a citoplazma, a sejtmag és a sejthártya közti hát, plazmatikus állapot, ebben vannak a sejtszervecskék, és a lényeg az, hogy megértjük, hogy azt is, hogy a sejt alakja, a sejt összetétele és a sejtszervecskék, ezek mindig ahhoz igazodnak, hogy éppenséggel mi a feladata. Hát mindig a funkció az első, a feladat az első, és ehhez alkalmazkodik a biológia. És akkor már ugye rögtön következik, ha egy kicsit előre futunk, aki már ismeri a Germán Gyógytudományt, hogy a funkciót, a működést kell helyreállítanom nekem ott a legmagasabb szinten, és a többit rábízni a biológiára, és azt helyre fogja hozni. Na, szóval a lényeg az, hogy Nem nekem kell elhiggyék az emberek mindazt, amit mondok, mert van nálam sokkal, de sokkal avatottabb ember, aki ezzel foglalkozik, és ezt az embert Bruce Liptonnak hívják. Remélem mindenki ismeri már, ha más nem, akkor a weblapról. És két videót is letöltöttem tőle, de az egyik a DNS, a gén és a sejt titkai című előadás, ami a weblap tudástárában is van, ez igencsak gyenge minőségű, úgyhogy tovább kerestem, és akkor a Hit biológiája című előadásának a befejező részét fogom most bevetíteni. Figyeljünk nagyon jól. I will now go and say the brain is what controls the signals. So I will now show you how the brain of the cell works, because it's the same mechanism that the human brain uses to control our own life. So where is the brain? What controls the cell? Brain. Where is the brain? They know. Yeah, they read your book. The membrane. Now you might say, I said before that you and the cell are the same. So you might say, am I saying that your skin is the brain? Yes. Yeah. 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 In embryology, the sperm and the egg come together to make a zygote. And then the cell divides and divides and makes a ball of cells called the blastula. And then the cells form three layers, three concentric layers. The outer layer is called ectoderm, the middle one is called mesoderm, and the inner one is endoderm. Each layer gives rise to specific tissues and organs. The ectoderm gives rise to two things. The outer layer, ectoderm, forms skin and the central nervous system. So like the cell, your skin is the brain. Well, I will show you now how it works. Inside the cell are the protein pathways, and the outside of the cell is the skin or the membrane. The signal comes from the environment and goes through the membrane to go to the gears. So the membrane controls if the signal comes in. Okay? The signal comes from the environment, the protein creates the behavior, and the membrane is a switch. Okay. This is like the other slide. Signal plus protein. Do they know what goes over here? Behavior. Now, I'm going to show the signal comes from the environment and hits the switch. Then the switch sends a signal into the cell to the protein to make behavior. So the switch controls the signal coming in. There are over 100,000 switches on the cell at any time, but all switches are about the same. It does two things. One, it reads the primary signal, and then the switch two sends a secondary signal into the protein. So there are two parts to the switch. In the skin are receptor proteins, and receptor means receiver. Okay. Do you have receptors in your body? Name the big ones. Eyes. The eyes. No. Nose. Ears. Mouth. Okay. What's the point? All of your receptors are built into the skin, and these receptors read the signals from the environment. So it's just the same as the cell. This is a simple, like eye or ear or nose. The receptor has an antenna, responds to the vibration signals from the environment. What happens when a signal binds to a protein? What happens to the protein? The protein moves. So there's two states to a protein, before the signal and after the signals, two different shapes. When the signal is active, it connects this one to this protein, to this protein. And this protein, the effector, makes an effect. And it sends a signal into the cell to control the proteins. So the primary signal is picked up by the receptor. Then the receptor connects to the processor protein. and then the processor connects to the effector protein, and that sends a secondary signal to the protein pathway. Okay, now I will show you a video of how it works. This is the receptor with an antenna. This is the processor. Look at the shape and look at the shape. They don't connect. Signal comes, changes the shape. This hooks to this one. This one sends the signal into the cell. When the signal goes away, the shape goes back and the switch is broken. This does not fit. But now the primary signal changes the shape, and then this changes shape and sends a signal in. And this signal controls the function, a specific function inside the cell. So this is how a switch works. Okay. In the new biology, they talk about the this is the cell membrane, and the signals come from the environment, binds the receptor, and then the effector sends signals in to control proteins. And at the end, you get behavior. So signal causes behavior. These pathways, there's a new field of science, and it's called signal transduction. And there are thousands of these different pathways. Okay. The name of the protein in science talk is complicated. It's called a receptor effector integral membrane protein complex. But I will show you there was a name for this switch for over 1,000 years, and I'll use the definition and then I'll show you the word. The function of the receptor is awareness of the environment, like eyes, ears, nose. It gives you awareness of what's going on. The function of the effector is to send a physical signal into the cell, and I'll call it a physical sensation. So the definition of the switch is awareness of the environment through a physical sensation. Now in the dictionary is the word perception, and the definition of perception: awareness of the elements of environment through physical sensation. What is the name of the switch that controls your biology? Perception. And why that's important is that it's you and how you see the world that controls the biology. So conclusion number one, perception controls behavior. And what causes behavior? The physical part. The protein. So the signal, the switch, controls the protein, which is the behavior. Okay. Now, we did not talk about DNA. When you need a protein in the cell and it's not there, then you need the blueprint, which is the gene. So how does it work? I get very excited because I'm going to show you how a gene works. But before I do that, I want you to know that we have been given misinformation. When people say a gene turned on and a gene turned off, it sounds like the genes make decisions. Here is the simple truth. A gene is a blueprint. So if you go to an architect's office and he's working on a blueprint, and you lean over his shoulder and you say, is your blueprint on or off? And he goes, that doesn't make any sense. A blueprint cannot be on or off. It's a blueprint. A gene cannot be on or off. It's a blueprint. The truth is, are you reading the blueprint or are you not reading the blueprint? And the gene does not make that decision. So this is how it works. In the nucleus of the cell are chromosomes. The chromosomes are units of heredity. And the chromosomes are made out of 50% DNA and 50% protein. What does the protein do? And the answer is, for 50 years, we did the experiments. We isolate the DNA and throw away the protein. And some people a few years ago said, 50% is a lot of protein to throw away. What is it doing? And the answer to this question will change civilization. And I'll tell you why, and the answer is because when you understand how the protein works, you understand that you control the genes do not control you. A chromosome civilization. And I'll tell you why, and the answer is isolate the DNA and throw away the protein. And some people a few years ago said 50% is a lot of protein to throw away. What is it doing? And the answer to this question will change civilization. And I'll tell you why, and the answer is because when you understand how the protein works, you understand that you control the genes do not control you. A chromosome is a DNA core with a protein sleeve. Pretend my arm, my bare arm is DNA. And I write with a magic marker a genetic code for blue eyes. And I say, can you read the gene for blue eyes? But I say, what does it look like inside the cell? Can you read the gene for blue eyes? If you want to read the gene, what do you have to do first? Take the sleeve off? What's the sleeve made out of? And what causes the protein to change shape? The signal. Okay, so this new science is called epigenetic control. Before in school we teach genetic control, which simply means control by genes. Epi means above, like epidermis. Okay, so epigenetic control says control above the genes. Now I will show a video how it works. Very simple. Okay. The chromosome is DNA core with protein sleeve. At the beginning of each gene is a protein called a regulatory protein. The signal binds to a specific protein. The protein sleeve comes off, and then the DNA is exposed. Then a device will come up and make a copy of the gene, and this is the blueprint used to make the protein, RNA. And the signal comes off and the gene is covered up again. Okay, now watch with fast. Signal from the environment selects the specific gene, sleeve comes off, the RNA, you make a copy, DNA, RNA, and goes to make protein. And then the sleeve comes back on. Now this time, let's see what the DNA did. Come on, DNA, do something. Come on, do something. Do something. Nothing. The gene does no control. The gene is never on or off. The gene is read or not read. And what do you think controls the signal? Perception. Okay? Now, so this is the same kind of signal transduction, and so the receptors are the input from the environment, then the signal travels through the proteins, it goes to the nucleus, and affects the proteins of the chromosome, and then the copy of the gene is made, and that's the output. You are not the victim of your genes because you control your genes. One gene blueprint Using epigenetic control can make 30,000 different proteins from one blueprint. So you can come with good genes, and then through epigenetic control, create cancer, diabetes, and it has nothing to do with the genes, but epigenetic control. So you can come with good genes and make mutant products, or you can come with a mutant gene and become normal. I'll show you. This mouse is a mutant mouse, a Goody mutant, blonde, fat, and diabetic. This is a normal-looking mouse. It's normal-looking mouse because it's a Goody mutant. The difference, when this was in gestation, in fetal development, the mother was fed these additives, and these affected the epigenetic control and covered up the mutant. So you can have mutant genes, but with epigenetic control, you can act and become normal. Hát remélem, hogy vannak a teremben, itt a majd 400 hallgató közül olyanok, akik ezzel már régóta tisztában vannak. Hiszen a Hit biológiája című előadás a weblapon elérhető. Tudástár menüpont. Úgyhogy igen, köszönjük, hogy Gyuri beírta, illetve Fincó, ők tudják. Ott van, elérhető. Aki a weblapot egy kicsit komolyabban veszi, rájön, hogy aranybányára talál, ami a tudást illeti, és mindez ingyen elérhető. Nos, azért vetítettem be Bruce Liptonnak az előadását, mert tudni kell róla, hogy az első részében az előadásának elmondja, hogy 20 évig az egyetemen sejtbiológiát tanított. És aztán felállt és otthagyta az egészet. Mert rájött arra, hogy dogmát tanítanak. A dogmát a templomokban tanítják, a dogma a vallásokhoz tartozik. Amit el kell hinni, mert úgy van. Amikor rájövünk arra, hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy tanítják, akkor vagy továbbra is kórusba éneklünk a többiekkel, vagy kilépünk a kórusból. Hát Bruce Lipton is ezt csinálta, és azóta rengeteg kitűnő videót tett fel a hallgatóság számára, nagy a nézettsége, és a háromnapos képzésen egy rövidített videót szoktam bejátszani újólag ebbe az előadásban, ami ugye az élővilág működéséről szól. Nos, akkor ha azok számára, akik nem hallották tisztán a dolgokat, ugye tudnunk kell, hogy a sejt minden funkciót ellát, ami szükséges az ő életben maradásához. Tehát átvitt értelemben, amint látjuk, van neki is szíve, ugye ez az endoplazmatikus hálózat, van neki agya, ott vannak az információk elrakva, az a sejtmag, van tápcsatornája, emésztőrendszere, légzése, megy benne a Krebs-ciklus, aminek a végén ugye széndioxid felszabadul, a citrátkörön keresztül. Van kérem szépen mindenféle receptora, mint az embernek szeme, füle, keze, stb. És amikor elindul a sejtosztódás, itt látjuk a sejt osztódásának a ciklusát ebben a körben, akkor semmi más nem történik, mint a genetikai állomány megkettőződik. Itt látjuk, hogy a megkettőződött genetikai állomány már szétválóban van, és mikor megtörténik a két genetikai állomány szétválása, akkor megtörténik a befűződés, és létrejönnek a leánysejtek. Tehát az információk az utódlás szempontjából be vannak írva a DNS-be, de az, hogy mi ezt aktiváljuk vagy nem aktiváljuk, amint ezt hallottuk, ezt nem a gén dönti el, hanem a külső jel. És miről szól a jelet meg? Mi dönti el, hogy a jel hatni fog, vagy nem fog hatni? A felfogásunk. És akkor még nagyobb súlyt kap, amikor a betegségek kialakulásának három tényezőjéről beszélek. Ugye beszélek a fizikai tényezőkről, beszélek az félelemről, az érzelmi reakciókról, lélek, agy, szerv tengelyen, és beszélek arról, hogy az önsorsrontó gondolataink, a tanult hibás tudásunk megakadályoz abban, hogy egyáltalán valami újat magunkévá tehessünk. Tehát, és a tanfolyamról ismételnék egy mondatot, amire figyelsz, ott a valóságod. Tehát a sejt működésének az alapja az, hogy a legalacsonyabb energia befektetésével biztosítja a működését. Kérem, itt nincs energiapazarlás. Ez fantasztikusan ki van dolgozva. És amint hallottuk, a sejtmagnak a fele DNS, a másik fele fehérje. És ezt a fehérjét 50 éven keresztül eldobták, és csak a DNS-t kutatták a genetikusok, és benne a géneket, a kapcsolódásokat, feltérképezték az emberi génállományt, és mégse tudtak meggyógyítani betegségeket. Már van génsebészet is. És mit mondott erről a fehérjéről Bruce Lipton? Azt mondta, ha megérted a fehérjék viselkedését, megérted azt is, hogyan kontrollálhatod a génjeidet. Tehát nem a gének irányítanak minket. A DNS ugyan tartalmaz az összes tervezőt, tehát az összes tudást, ami bennünk van, amit örököltünk, nagyanyáinktól, szüleinken keresztül, és adunk tovább a gyermekeinknek, de ez a tudás arról szól, hogy hogy kell életben tartani magát a szervezetet. 50 milliárd sejtnek vagyunk a főnöke. Amikor benézzünk a tükörbe, ezt kellene látni. És ezt az információt, ami segít a túlélésben, ez mind el van raktározva, olyan ez, mint egy könyvtárba lépnénk be. És a sejtmag tehát nem a sejtszaporító, vagy nem a sejtnek a központi szerve, hogy ezt mindig elmondták, és ezt így tanították. Még mai napig is a biológia órán ezt fogják mondani, hogy a sejt központi része, irányító része, azt kérem, a sejtmag. Nem igaz. A sejt irányító része a sejthártya. És az ember is a külső tényezők hatására fog valamit tenni a túlélés érdekében. Ugyanezt csinálja a sejt is. Vagyis nem a gének irányítanak minket. De tessenek fölébredni, amikor genetikai betegségekről beszélnek, nagyon ritka esetben, körülbelül 1–5%-ban bizonyítható, hogy tényleg genetikai, nagyon súlyos génhiba az, ami előáll, de mit mondott a sejtbiológus professzor? A Princetoni Egyetem sejtbiológus professzora. Hogyha hibás génekkel születek, akkor is képes vagyok ezt felülírni és kijavítani. Vagy születhetek teljesen normális génekkel, és képes vagyok elrontani. Tehát nem a gének irányítanak bennünket, tessenek szíves lenni végre megnyugodni. A DNS, a gén, a sejt titkai című előadásban nagyon halk a szinkron szöveg. Ajánlom mindenkinek, hogy azért azt nézze végig, az egy órás előadás, és egy csomó minden mást is megtudunk belőle. De én ezt a mai estét arra próbáltam kihegyezni, hogy akiket genetikai betegségekkel, hogy is mondjam, riogatnak, azok végre nyugodjanak meg. És a gyerekeken is lehet segíteni, mert a születésük után csak a biológiai köldökzsinort vágják el. Vannak a világon egyéb rezgések is, mint az anyag. A szemünkkel csak 4%-át látjuk a valóságnak. És azon a 96%-on keresztül tudunk hatni az anyagra. További részletek a tanfolyamon, mert most nem akarok teljesen leásni az alapokba, csak megnyugtató híreket szeretnék közölni, hogy ne tessenek felesleges következménykonfliktusokat elindítani. Mert hogy néz egy anya a gyerekére, aki azt mondja, hogy genetikai hibás, hát nem önleértékelést fog megélni szerencsétlen szülő. És a legsúlyosabb önleértékelést, és mi lesz ennek a következménye, ha gyógyul? Úgy fogják hívni, hogy leukémia. És ki fogja akkor felnevelni azt a gyereket, ha még ennek is bedől, és elmegy kemoterápiára. Tehát nagyon tisztában kéne legyünk a működésünkkel, és ezért mondtam, hogy a lényeg az, hogy az élővilág működésének az alapjait ismerjük meg, mert hogyha szintén a Bruce Lipton előadásában benne van a régi mondás, hogy a tudás hatalom. Aki meg nem tud, azt meg irányítani lehet, azt manipulálni lehet. De a tudás, ami szükséges ahhoz, hogy megnyugodjunk, a weblapon elérhető. Tehát ismételjük. A sejt működését mi befolyásolja? A külső tényező. Nem a sejtmag. A külső tényező, ami eléri a sejthártyát, és ez megváltoztatja a fehérjéknek a működését ott belül. Hogyan történik ez? Itt látjuk a sejthártyának a szerkezetét, ugye ebből a sejtből kivéve ezt a kis részt, és hogyha tovább boncolgatjuk ezt a sejthártyát, akkor itt látjuk rajta az érzékszerveiket, ezeket a kis szálakat, ami lehet a szeme, a füle, tehát ezek a receptorok. Ezek bizonyos rezgésekre, vagy vegyi anyagokra vannak kihegyezve, az egyik a cukrot, a másik az inzulint, a harmadik nem tudom mit fog érzékelni, és annak megfelelően beengedi, vagy nem engedi át ezen a szendvics alakú, vagy összetételű sejthártyán. Amit látjuk ezen a rajzon, tényleg olyan, mint egy szendvics, középre került, kérem, a vaj, és felülre meg alulra a kenyér. Az a lényege, itt látjuk a részletesebben, és itt még részletesebben, a molekula szerkezetét. Az a lényeg, hogy a zsírréteg nem engedi az se, hogy kívülről bejöjjön a víz, meg az se, hogy belülről kimenjen a víz. Ez egy nagyon lényeges dolog. És közben vannak rajta csatornák, olyan dolgok, ahol bizonyos molekulák egy az egybe át tudnak menni, mert nekik odakapcsolódásuk van. Szóval akkor a sejthártya észleli, felveszi a környezetnek az információját, és azt mondtuk, hogy ez az elsődleges jel. A sejthártya receptor ezt átalakítja a másodlagos jellé, és erre pedig a sejt megváltoztatja a viselkedését. Ez a lényeg. Nem a gén hatására változtatja meg a viselkedését, hanem a kívülről jövő információ lesz az, amire választ kell adni az egészét. És itt van a mondata Bruce Liptonnak: ha megérted a fehérjék működését, megérted, hogy te irányítod a génjeidet, és nem ők téged. Remélem, megnyugtató mindazok számára, akik eddig hittek a genetikában. Tehát a külső tényezők hatnak a génekre, mert a külső tényező hatására elkészül egy fehérje, ugye az észlelés irányítja a dolgokat, de ha nincsen megfelelő válaszreakció az adott stresszre, jön egy olyan jel, amire nincs megfelelő jelünk, akkor beszélünk az alkalmazkodó mutációról. Az alkalmazkodó mutációt John Cairns a Nature-be 1988-ban már leírta. És ez azt jelenti, hogy az észlelés az lehet helyes, vagy lehet helytelen. Mi befolyásolja az alkalmazkodó mutációk kimenetelét? Kérem szépen, a felfogás. Erről volt szó, hogy hogyan ítélem én meg, és itt jön be a hit biológiája. Hogy már sejtszinten eldől, hogy jó döntést hozott, vagy rossz döntést hozott. És mindig csak a jó döntés öröklődhet, mert ha rossz döntést hozott egy egysejtű, az elpusztul. A rossz döntést nem tudja továbbadni. Úgyhogy egyszerűen Jó lenne, ha ezekkel az alapokkal tisztában lennénk. Nyilván a tanfolyam második előadásában pénteken még további részleteket is elmondok erről, de ahhoz, hogy megnyugodjunk, hogy nem vagyunk a gének áldozatai, én úgy gondolom, hogy ennyi bőven elegendő volt. Szóval, itt tudjuk jól, hogy az egyetlen valóság mindenki számára az ő megélése. Ismerjük ezt a fóliát már, minden alkalommal kivetítem. Ez fogja eldönteni, az én megélésem fogja eldönteni azt, hogy mi fog a szervezetemben történni. És akkor már rögtön érthető, hogy az én megélésem alapján, ha én azt egy nagyon súlyos, váratlan eseménynek élem meg, ami történt, és hatalmas félelemmel tölt el, magányosan benne ragadok a konfliktusba, akkor ez az érzés, ez az impulzus, ez a jel, hogy úgy mondjam, az agy közvetítésével szervi választ fog elindítani. De most már akkor megértjük, hogy a szervi válasz azt jelenti, hogy a szerv sejtjeihez és egészen a génállományára fog hatni. És ha átalakul a szervnek a génállománya, az a külső jel, vagyis a megélés következménye. És nem azért lesz beteg valaki, mert a génjei elromlottak. Azért romlottak el a génjei, mert nem zárta le a konfliktusát. Na, ide szerettem volna eljutni, mert megint láthatjuk, hogy Hamer doktornak az első természettörvény felfedezésében, leírásában teljes mértékben igaza van. Egészen nem csak az egysejtőekre vonatkozik, egészen a génállományra vonatkozik mindaz, amit Hamer doktor elmond. Nyilvánvaló, ha az egysejtőeket vizsgálom, akkor az egysejtű szintén a külső tényező meg fogja változtatni, mit változtat meg a génállományát. Na most a konfliktus pillanatában kialakulnak azok a bizonyos sínek, rögzítjük a körülményeket, és ez csak azért jó, mert ha valami ismétlődik a környezeti tényezőkből, akkor rögtön beindítom a már kialakult, teljes üzemmóddal, a már kialakult túlélő programot, amit Hamer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett. Fantasztikus jó elnevezés, mert látni fogjuk az 5. törvényből, hogy az értelme a túlélés és a fajfenntartás, biológiai, mert a testünkben történik, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha benne maradok a konfliktusban. Még nem találtam biztosítót, aki kötött volna velem arra biztosítást, hogy engem az életbe soha többet nem fog váratlan, kellemetlen esemény vagy élmény érni. Ugye erre nem kötnek biztosítást. De az, hogy meddig maradok benne ebben a konfliktusban, az csak tőlem függ. Vagyis, ha lezárom békével a napjaimat, de úgy tényleg, Isten igazából, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Igen, hálát adok a fenékbe billentésért. Hálát adok azért, mert nem adták vissza a pénzem. És meggyógyult a betegnek a nyelőcsőrákja. Ennyi volt az egész. Ennyit kellett megtennie. Vagy megköszönte a tolvajnak, hogy ellopta a szerszámait. És természetes úton megszabadult a vastagbéldaganatától Lajos bácsi. Mindhárom könyvben le van írva a története. Semmi beavatkozás nem volt. Csak érzelmileg, amit elindított, azt 180 fokos fordulattal megfordította. És a biológia megoldotta. És nem tudta se Lajos bácsi, se a másik, se a harmadik, hogy milyen gén szinten mi történt, megfehérje, merre csavarodott, voltak vagy nem voltak enzimek, mennyi volt közben a vérnyomása, kit érdekel? A cél az, amit én kitűzök, és hogyha ha kitartok a döntésem mellett, akkor onnantól a biológia azt fogja teljesíteni. Mert ha lélek-agy-szerv tengelyen képes vagyok megbetegíteni magam, akkor vegyük már tudomásul, hogy ugyanezen a tengelyen fogok meggyógyulni is, csak itt, kérem szépen, a nagybetűs lelket kell behívni, nem a kis egót. A nagybetűs lelket kell behívni. Végre át kell adjam az irányítást a lelkemnek ahhoz, hogy nagybetűs emberként fölfogjam, hogy nem csupán egy biológiai lény vagyok. Hamer doktor, amit a világnak adott, az egyszerűen felfoghatatlan, felbecsülhetetlen, hihetetlen gazdagság. Ez nem csoda, hogy az élete olyan volt, amilyen. Nem csoda, hogy minden eszközzel próbálták elnyomni, hogy megpróbálták megölni, hogy kétszer börtönbe tették, hogy 70-szer próbálták pszichiátriai kezelés alá vonni. Stb. Stb. Van róla előadás. Nem csoda. Olyan dolgot fedezett föl, ami lerántotta a leplet a hazugságról, ami rávezetett arra, mégpedig tudományosan az embriológián keresztül, a 3 csiralemezen keresztül vezetett el oda, hogy nincs rossz indulatú, ismeretlen, gyógyíthatatlan betegség. Csak gyógyíthatatlan betegek vannak azok, akik nem hajlandók változni és változtatni. Tehát orvosoknak és betegeknek szól a tudománya, akiknek szívük és józan eszük van. És ne feledjük, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Senkit nem fogok tudni meggyógyítani, ameddig ő nem tanul meg megbocsátani. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. A második természettörvényben Hamer doktor fölfedi, hogy mindig két szakaszban zajlik le az értelmes biológiai különprogram, ha megengedem, hogy a végéig eljusson. Ez volna a lényeg, hogy engedjem már meg, hogy eljusson a végére a történet, mert ha ezt nem engedem meg, akkor mi történik? Hát akkor ugye elakadt gyógyulásról fogunk beszélni, és az lesz a lényege a dolgoknak, hogy krónikus betegségek alakulnak ki. Tehát a két fázis tökéletesen le van írva, mindhárom könyvben, elmondom minden webkonferencián, és az 5 természettörvényről szóló előadásban részletesen. Itt csak nagyon röviden. Tehát amikor megtörtént ez a váratlan esemény, ami mondjam úgy, hogy kiütötte a biztosítékot a fejemben, az csak annyit jelent, hogy egy olyan, de olyan erős inger volt, ami jóval magasabb az inger küszöbnél. És ez lesz az erős inger, félelem, ami pontosan az én megélésemnek megfelelően, mert ugye az én megélésem az egyetlen valóság, ezt nem felejtettük el, az én megélésemnek megfelelően pont az adott helyen létre fogja hozni a Hameri gócot, és körülötte láthatja mindenki, aki ugye nem telefonról nézi, a körkörös gyűrűket. Ez a becsapódásnak a pillanata, és ez így marad addig, ameddig én benne maradok a konfliktusba. Ez a konfliktus aktív fázis. Kell valakinek koponya CT-t csinálni, hogy tudja, hogy konfliktus aktív fázisban van, vagy nincs? Nem, kérem szépen. Az ilyen ember stresszben van, félelemben van, hideg a keze, hideg a lába, nincs étvágya, nem táplálkozik rendesen, nem tud aludni, felébred álmából, zakatol az agya egyfolytában. Ugye mindenki ismeri ezeket a tüneteket, és senkinek nem tud eszébe futni egy koponya CT-t csinálni. Mondják meg, hogy mi a félelmük, és megmondom, hogy mi a szervi válasz rá. Nem szükséges hozzá koponya CT, hogy tudjam azt, hogy na most melyik agyi területem érintett. Nem az volna a lényeg? Mi volna a lényeg? Lezárni békével a napjainkat. Vannak, akik elvesznek a tudományban, meg a logikában. Ahelyett, hogy a legegyszerűbb megoldást vinnék át a gyakorlatba, zárja le békével a napjait. És akkor az egészet innentől befejeztük. Nincs miről beszéljek tovább. Ennyire fontos esténként mérleget vonni, hogy min akadtam ma ki, végig gondolom még egyszer higgadtan, és azt mondom, hogy az egész nem éri meg. Ez a hatalmas igazságtalanság, ami ma engem ért. Hát ez nem éri meg, hogy a nyakam tönkre tegyem. Vagy ha megéri, akkor tessék benne maradni a konfliktusba. Ez a hatalmas bosszúság. Megéri, hogy tönkre tegyem az epe vezetéken, és epeköveket gyártsak. Hát szerintem nem éri meg. Vagy nem kaptam meg az örökségem. Még aznap lezárom. Hát megéri, hogy csinálják egy hasnyálmirigyrákot. Akinek a hasnyálmirigyrák megéri, az rágódjon az örökségen. És a többi, és a többi. Tehát nagyon komoly dolgokról van itt szó, nem csak egy egyszerű tüsszentésről, mindjárt jön a tüsszentés, mert ha a DHS egy hatalmas gyanú, ki kell szimatoljam a veszélyt, biológiai testem ezt csinálja, ki akarja szimatolni, hogy ott mi van, mi ennek a háttere, gyökere, okafoka, mert itt valami bűzlik nekem. Nem történik semmi, csak sorvasztom az ornyálkahártyát, és élesedik a szimatom. És ha éppen a parlagfű van, vagy a hársfa, vagy bármi bent van a levegőben, azt megjegyzem, és onnantól valamikor újra meg újra megélem a port, a parlagfűt, a szénát, a szalmát, bármit, hát akkor jön a megoldásban, mi fog jönni a takonykor, és az epileptoid krízisben a HCV. Tehát mit kell csinálni? Ki kell vágni az összes parlagfüvet a világról? Hát ne tessének már hülyéskedni, a legcsodálatosabb gyógynövényről beszélünk. Nem. Le kell zárni a gyanakvást. Végre bizalommal kellene élni ahhoz, hogy az orrommal, meg az orrmelléküregeimmel ne legyenek gondok. Tehát akinek krónikus arcüreg, homloküreg, gyulladása van, náthája van, azért már gondolkozzon el, hogy egy icipicit azért. Ugye mégis. Ott van a gyanakvás a háttérben. Még mindig nem tudja kimondani tiszta szívvel, hogy azért mégis jobb. Mondjuk kezdjük úgy, hogy jobb lenne bízni, mint félni. Én nem mondom, hogy jobb lenne. Én tudom, hogy jobb. Tessék kipróbálni. Minden csalódás és pofára esés ellenére én nem tudok nem bízni. És bízom az embereknek a összefogásában abban, hogy ez a világ tényleg meg tud változni. Egy puskalövés nélkül meg tud változni, ha összefogunk. Ha tudjuk, hogy mit kell tennünk. De amíg félelemben élünk, addig marad minden így. Amikor elkezdünk bizalommal élni, akkor fogjuk egymást megtalálni. Ott tartunk tehát, hogy eljutottunk a megoldáshoz. És akkor jönnek a tünetek. Éppen gyógyulok, és futok az orvoshoz, hogy beteg vagyok. Hát nagyszerű. Ő ad nekem gyógyszert, azt, amit tanítottak. Nem az orvos a hibás, hanem a rendszer, ami tanítja az orvost. Ja, ez 1910 óta változott, tessenek megnézni. Ugyancsak ott van a tudástárban. Szabadságot a léleknek. 37 perces riport. Nézzük végig, és megértjük akkor, hogy ma miért tartott a medicina, ahol tart. Igen, vannak a rendszerben becsületes emberek, és vannak gazemberek. Tehát aki fehér köpeny van, az még nem garancia arra, hogy az egy jó szándékú ember. De ha tisztán látok, akkor rögtön látom, hogy kivel beszélek. De ahhoz, hogy tisztán lássak, ahhoz először is el kell felejteni a félelmet. Szóval exudatív fázisban jönnek a tünetek, a rubor, tumor, calor, dolor, funktio, lesa, tehát a gyulladás minden tünete. Igen, elmondom, mert vannak új emberek, tehát rubor, vagyis piros, tumor, vagyis duzzat, calor, vagyis meleg, dolor, dolores, ugye azt jelenti, hogy fáj, és funktio, lesa nem működik rendesen. Tessék csak egy begyulladt izületre gondolni. Ennyire egyszerű az egész. És ha itt nekem szteroidot adnak, ó, na ez az igazi orvos, kaptam egy injekciót, és elmúltak a tüneteim. Miért? Mert visszarakott vele hormonálisan a konfliktusaktív fázisba, mert a szteroid, mint stresszhormon a konfliktusaktív fázisban van jelen. Mit csinált? leállította a gyógyításom. Szedhettem 30 évig a szteroidot, és élvezhettem a 16 féle mellékhatását. Most akkor mit kint tenni? Nem az volna a szép, ha végre megkeresném, hogy mitől fájnak az ízületeim? Tehát van a weblapon, testünkön leértékelési térképe. Nézzék meg! Benne van a harmadik könyvemben, az útmutató az egészséghez című könyvben. Minden, ami szükséges, benne van. Szóval gyulladás. Mitől jön létre a tumor, a duzzanat? Hogy exudátum, vagyis folyadék gyülemlik be szöveti szinten. Na de nem csak szöveti szinten csókolom, hanem, amint látjuk itt, agyi szinten is. Ott is, meg ott is. Mind a két relében ott van a duzzanat. Kitörlöm a nyilaimat, hogy tisztában lássa az legalább, akinek képernyője van és nem telefonja. Nagyon fontosak a képek, amiket kivetitek a megértéshez. Tehát ezek itt nem agydaganatok, hanem éppen gyógyuló hámeri gócok. Éppen az epileptoid krízis második szakaszán vannak, itt a leszálló ágban, amikor kezd belőlük a víz kiemenni. Tetszenek látni, tisztul, mint a vihar után, mikor tisztul az ég és megjelenik a nap. A körülötte már ott tisztulás van. Mert az epileptoid krízis azért van, hogy először is az agyi relét hozzuk rendbe, az irányító központot. Persze tönkre tudjuk tenni az irányító központot. Nem kell ezt csak többször elindítani, újra meg újra. És ugye azt nem már tudni, hogy az idegrendszer nem csak idegsejtekből, hanem legalább ugyanannyi vagy még több gliasejtből áll, kötőszöveti sejtből, amelyeknek nagyon fontos szerepük van, nem csak támasztó szerepük van az idegrendszeren belül, hanem egy csomó más szerepük is van. Erről is van előadás. A lényeg, hogyha ezek egyfolytában sorvadnak és épülnek, és sorvadnak és épülnek, a végül gliasejt túlszaporodás fog létrejönni, mint glioblasztóma. És ez már egy valós agydaganat. De az, amit itt látunk, az kérem csak ödéma. Mégpedig a gócon belüli ödéma. Megjelenik aztán majd az ödéma a gócon kívül is. Hát ez majd egy külön történet. Mit kell tudni az epileptoid krízisről? Hogy krízis, a legerősebb tünetek itt jelentkeznek, a legtöbb esetben. Van, amikor a tünet itt tűnik el, nem megyek részletekbe. De mitől fog függni, hogy ez a tünetnek az erőssége ilyen erős lesz, vagy csak ilyen erős lesz? Mitől fog függni? Az, hogy ennyit ültem a konfliktusban, vagy csak ennyit ültem a konfliktusban. Értsük meg, hogy az irányítás nálunk van. Nem az orvos betegített meg, nem is ő fog meggyógyítani. És nem is arra tanították, hogy hogyan gyógyítsuk meg. Csak arra tanították, hogy hogyan tüntesse el a tüneteket. De azzal még a kiváltó ok, vagyis a DHS még nincsen feloldva. Amíg ez nincs rendbetéve, addig ez a program újra meg újra el fog indulni, mert sinen maradok, mint József. A hegesedési fázis, kérem, a legnagyobb áldás a világon. Ekkor már megint meleg a kezem és a lábom, épp úgy, mint az exudatív fázisban. Viszont már van jó étvágyam, és már tudok aludni is. Egyetlen probléma van, hogy elképesztően fáradt vagyok. És vannak emberek, akik ezt nem tudják elfogadni, hogy most neki pihenni kéne. Nem, de nő, neki most dolgozni kell. Akkor megdolgozni. Nyírd ki magadat, nyírd ki magadat. Nem tudok mit csinálni. A hülyeséget Jézus Krisztus se tudta gyógyítani. Ébredjünk már fel, vegyük tudomásul, hogy működik a biológiánk, és alkalmazkodjunk ahhoz, ahogy ő működik. Legalább ennyit. Van egy olyan szint, hogy kívül a biológián, amikor a biológiám azt tudja csinálni, amit én szeretnék, és nem azt, amit akarok. Nagy különbség a kettő, de hát az egy másik történet, amire meghívok mindenkit. Ne azt nézem, hogy mikor lesz Dunántúlon legközelebb tanfolyam, mikor lesz Budapesten, vagy éppenséggel a nappaliban állom Szentendrén. Nem lesz. Nem tudok fizikailag annyi helyen megjelenni, ahány helyre el kellene mennem. Tehát legyenek szívesek megbeszélni, összefogni, egy autóba becsücsülni, és eljönni a 3 napos képzésre. És akkor át tudom adni mindazt, amit szeretnék, ami szükséges ahhoz, hogy egészségesen és boldogan éljünk. Részletek, weblap, képzésrend. Ideklik, e-mail cím, nevem, és személyre szólóan megkapom az összes információt. Nos, nézzük akkor tovább. Mi is történik a konfliktusaktív és megoldás követő fázis alatt? 3 dolog történhet. Nincs negyedik. Vagy a sejteket szaporítom a cél érdekébe, mert már nem tudnak annyit termelni, amennyit ők úgy maguktól tudnak, tehát ha még több váladékot kell termeljen, hogy megszabadítsanak akitól, hát akkor még több váladéktermelő sejtet fogok csinálni, ez a vastagbélrák. Második, sejteket sorvasztom, vagy fekélyeket hozok létre. Ilyen a ményakrák, ilyen az izomsorvadás, ilyen a gyomor, gyomorfekély, a mély nyakon is egy fekély jön létre. Megvan mindennek a biológiai értelme. Nem véletlenül indul el ott a fekélyesedés. Megvan az oka. A kérdés az, hogy meddig csücsülök bent a konfliktusban. És van egy fantasztikus dolog, amit úgy hívunk, hogy működésváltozás, sejtszint működésváltozás. Ez csak az agykéreg-hez tartozó sejtek tudják végrehajtani, és hát már így utólag rádöbbentem arra, hogy ez is hogyan történik fizikai szinten, ez mit jelent, hogy a biológia miért fogja a sejtet blokkolni. Hogy történik ez meg? Mint hogy az áram, az ingerületet hoz létre, ez az idegpályán eljut az agyba, és ott létrehoz egy érzetet. Megtaláltam annak is az útját, hogy milyen inger kell legyen az, ami blokkolja a sejteknek a működését. Hát itt megint részletekbe belemehetnék, 4. könyvben benne vannak dolgok, de ez már kimaradt belőle, ez valószínű, hogy az 5. könyvbe fog belekerülni. Szóval a betegségek kialakulásának és megértésének az eszköze, a térképe, az itt van az embriológiában, vagy úgy hívjuk, hogy egyedfejlődés. Erről a 3 csiralemezről beszélt Bruce Lipton is. Hamer doktor a külső csiralemezt, vagy ektodermát pirosra festette, a középsőt sárgára, mezoderma, a belső csiralemezt meg sárgára. A középső narancs, és a legbelső, az pedig sárga. És csak bizonyos sejtek jönnek létre egy bizonyos csiralemezből, és hallhattuk az előadásban, hogy az ektodermából, a külső csiralemezből a külső bőr és az idegrendszer sejtjei jönnek létre. Ennyi. Mi következik ebből? Fantasztikus dolog. Nincsenek áttétek. Biológiai képtelenség az, hogy valamilyen, mit tudom én, mindig a prosztatasejt jut eszembe, mert ezzel szokták az idős urakat a legjobban megőríteni, hogy a prosztata rákból neki áttéte lett a gerincébe. Hát nézzük már meg, a prosztata az innen alakul ki. A gerinc meg innen alakul ki. Mi köze van a kettőhöz egymásnak? Mint kuplungnak a pótkerékhez. Ennyi. Az egy másik dolog, hogy ha valakinek a prosztatáját megműtötték, és 12 órát már nem fog az mutatni, csak stabil fél 6. Mit él meg az ilyen férfi? A legsúlyosabb önleértékelést a személyiségébe, és az hol fog hatni? Hát pontosan, hogy a derekán. Tehát minden tünet mögött egy külön megélés van. 10 tünetem van. 10 megélésem van. 2 napja válaszoltam egy levélre, teli volt, vagy 10 sorban, így cipfájba, így besorolva, benyomva egy csomó minden, és szépen egyesével. Első, ez, második. Leírtam a 10 tünetnek a konkrét választ, és javasoltam az illetőnek, hogy jöjjön el Nyíregyházára, ha mindezt meg szeretné oldani. Választ nem kaptam. Lehet, hogy hihetetlen az illetőnek, aki először szembesül azzal, hogy te jó Isten, én ennyi mindent nem csináltam. A 4. könyvem részében, amit Réka ír, pontosan ezeket az elhárító dolgokat, mechanizmusokat tárja fel Réka gyönyörűen, hogy miért nem találom én a konfliktusomat. Én nem vitatkozok senkivel. Az, hogy neki olyan nem volt, nem volt. Én tudom, hogy volt, de hát attól ő még nem lesz jobban. Tehát 10 tünet egyenlő 10 feladatlan konfliktus, és nincsenek áttétek, nyugodjunk meg. A 4. természettörvényt a 3. szinte egy időben találja fel Hamer doktor, és kideríti számunkra, hogy a bennünk élő gombák és gombabaktériumok, itt vannak ők együtt, tehát a gomba és gombabaktérium, az agytörzs és kisagy által vezérelt programokban fognak segíteni miben, hogy lebontsuk a feleslegessé vált sejteket, mert itt először építek, utána megbontok. Kik segítek a bontásba? A gombák és a gombabaktériumok. Tehát ezek nem az ellenségeim. Ezek az én barátaim. Azért tartom őket a szervezetemben, hogyha elindítok egy agytörzsi vagy kisagyi programot, akkor ők rögtöni szaporodásnak indulnak, és amikor megoldottam a feladatot, akkor ők elkezdik lebontani a felesleges sejteket. Van valakinek gombás fertőzése? Esetleg fehér folyása? Mi történik ott? Nincs lezárva a program. Ennyi az egész, függő gyógyulásban van. A baktériumok és a vírusok, itt vannak a következő 2 ábrán, azok az agyvelő és az agykéreg által vezetett programokban segítenek, nyilván az agykéregnek a sejtekre ható programjairól beszélünk. Az agyvelő irányított programok, azok az önleértékeléssel foglalkoznak, és itt jönnek a gennyesedések. Volt már valakinek gennyes foggyökere? Akkor tudja, hogy az éppen a gyógyulás kellős közepén lett gennyes, mert amit addig lebontott, érzéketlenül, tünetmentesen, azt kezdi visszaépíteni, mert végre feloldotta a visszafogott dühét. Tehát a baktériumok ott fognak megjelenni szintén a magoldást követő fázisban. Az agykéreg által vezérelt programoknál, sejteknél a úgynevezett vírusok jelennek meg. Ezeket fogjuk megtalálni, például a humán papilloma vírust a ményakrák gyógyulásánál. Vagyis nem a humán papilloma vírus okozza a ményakrákot, hanem a féltékenységem okozza a ményakrákot, amit amikor megoldok, akkor jönnek ezek a drága humán papilloma vírusok, hogy helyrehozzák a sebet. Erre adunk oltást a lányoknak, fiúknak, orba szájba, csak hogy ha lesz nekik ilyen az életükben, ne legyen, aki segítsen. Ráadásul lementett riportom van arról, hogy a dániai kislányokat hogyan nyomorította meg ez az úgynevezett oltás. Szóval nem minden oltás, ami annak látszik, és nagyanyám meg azt mondta, hogy nem minden arany, ami fénylik. A agykéreg, mint mondtam, működésváltozással is képes programokat indítani, tehát blokkol egy működést, például az inzulin kiáramlást. Miért? Hogy magasabb legyen a vércukorszintem a konfliktus aktív fázisba, hogy legyen nekem elegendő erőm ellenszegülni, ellenállni. Ha megoldottam és lezártam a programot, akkor mi történik? Visszaállítja az inzulin kiáramlást, és visszaáll a normális vércukorszinten. Akkor miért lesz valaki cukorbeteg? Ja, mert ez a szokása. Annyira a szokásoknak a rabjai vagyunk, hogy észre sem vesszük. De erről októberben a 4. könyv bemutatóján. Szóval a krónikus betegségek miből vannak? Egy, meg se oldottam a konfliktust. Átvertek engem, mint azt a bizonyos a kerítésen, és maradtam. És még mindig görcsben van a kezem, jobbkezesként a jobb oldalam, mert a sógor átvert, hülyét csinált belőlem, azért a szám is félig elhúzódott, a kezem meg így maradt, és a lábam alig bírom húzni. De még mindig gyűlölöm, és haragszok a sógorra. Hát ez addig így is marad. Ugye mindenkinek volt már ilyen története. De ha nem értem bele magam oly erősen, és nem maradtam benne oly sokáig, akkor egy kis arczsibbadással és végtagzsibbadással túléltem, és 2 nap múlva semmi bajom nem volt. Oké. Függőgyógyulás, le nem zárt történet. Na ez az, hogy ahogy én szenvedek, nem szenved úgy senki. Miért? Mert nem voltam hajlandó érzelmileg lezárni a konfliktust. Az élet ugyan megoldott nekem valamit, de én még mindig nem zárom le érzelmileg a dolgot, és túl gyakran jönnek a sinek. Gyakorlatilag nem tudok kilépni a gyógyulásból, mert újra meg újra neki fogok, tessék nézni, újra nem, neki indul a gyógyulás, megint elakad. Megint itt van. Neki indul, megint megáll. Megint neki indulok, megint megáll. A bakelit lemezjátszóra emlékeztet, tudom, a melyik bakelit lemezem hol ugrik. Mert a bulikon, hát táncoltak az emberek, és a tű meg így pattogott a bakelit lemezjátszón, és annak most már megvan az emlékem. Milyen nagyszerű ezeket visszahallgatni. A bakelit lemezjátszón. Na de nem a tüneteimet kéne én újra meg újra eljátszam, hát zárjuk már le, aztán évtizedes dolgok rövid idő alatt képesek megoldódni, mert tessenek nézni, mi történik, jön a következő megoldás, epileptikrízis bezártam, és kész. És lehet, hogy ez a szakasz itt 10 évet tartott. És ez a megoldás 2-3 nap is be van fejezve. Mikor értjük meg, hogy azt, amit én érzelmileg elindítottam, a 180 fokos fordulatos érzelemmel, vagyis megbocsátással kéne, hálával kéne lezárja. Policiklikus lefolyás. Na, ugye ez a recidivák, és erre mondja az orvosi, jön maga még hozzám, nehogy azt higgye, hogy itt befejezte. Mit gondol maga? Jön maga még az én utcámba, és már itt is van a következő helyzet. Miért? Mert nem zártam le békével a napjaimat, nem zártam le békével az adott történetet, és ezért, ha hetek, hónapok, évek után a történet sínre kerül, akkor újra indul az egész. Elképesztő dolgot tapasztaltam, illetve hát oldottunk meg a családi szinten itt valakinek, ami egy döbbenetes dolog volt, tehát azt majd tanfolyamon elmesélem. Szóval policiklikus lefolyás. Ha eddig valakinek is kétsége lett volna arról, hogy mindaz, amit hallott, látott, az igaz lenne, csak arra kérem, holnap reggel nézzen ki az természetbe, Ausztráliában már világosodik, tehát ott már is ki lehet menni, és nézzük már meg, hogy mi van a nagyvilágban. Egyetértünk abban, hogy minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésért és a fajfenntartásért történik. Hisz minden élőlény ezért küzd egy életen át, hogy életben maradjon, és hogy a fajt fenntartsa. Egyszerű szavakkal ezt első osztályos gyerek is elmondja. Nem egyszer kipróbáltam. A gyerek rögtön tudja, hogy a madarak, a bogarak, a giliszták, a békák miért küzdenek minden nap. És hogy életben maradjon. Ennyi az 5. természettörvény. A szemünk előtt van, nézzük, de nem látjuk a valóságot. Mert meg vagyunk teljesen zavarítva. Teljesen meg vagyunk. Szóval jó lenne az iskolai tanulmányokat néha felülvizsgálni. A szorzótábla az ugyanaz marad, azzal nem vitatkozok, de a fizikával már nagyban, és jó lenne a józan paraszti észt mindig is magunknál tartani, amikor valami félelemkeltő üzenetet vagy dolgot akarnak belénk súlykolni. Hamer doktor csodálatos táblázatban kidolgozta a lényegét az orvosi gondolkodásnak. Ne feledjük, hogy az első lényeges dolog a lélek agyszervtengely, a második pedig az, hogy a három csiralemezből kifejlődő sejtek háromféle dolgot tehetnek, vagy szaporodnak, vagy fogyatkoznak, vagy működést változtatnak. Ez az orvosi gondolkodás alapja, és a biológia megértésének is az alapja. Na most a három csiralemeznek megfelelően sárga, narancs és piros színekkel látjuk itt a táblázaton, illetve a hátam mögött, azokat az értelmes biológiai különprogramokat, amelyek az ezekből a csiralemezekből származó sejtekben lezajlik. Lélek, agyszerv szinten. Tehát megvan a konfliktus, megvan az agyi központ, megvan a szervi válasz, mi történik, konfliktus aktív, megoldás követő fázis, epileptőkrízis, ennyi. De röviden és távirati stílusban találjuk meg, és nem laikusok számára íródott ez a táblázat. Tele van szakzsargonnal, terminus technikussal, és még orvosnak is fejtörést okoz, míg átrágja magát rajta, főleg, hogyha csak egy specialitása van, mondjuk szemorvos, vagy bőrgyógyász, vagy valamilyen specialista. Mikor foglalkozott szemorvos utoljára a prosztatával, ha csak a sajátjával nem volt baja? Vagy mikor foglalkozott a bőrgyógyász a fogászattal? Tehát értsük meg, hogy a hámeri medicinában olyan különleges szakosodásra nincs lehetőség. Itt mindenkinek mindent tudnia kell. Az egész medicinát. Újra kellett tanuljam, amikor eldöntöttem, hogy ezzel foglalkozom. 10 évvel ezelőtt léptem ki a rendszerből, mert rájöttem, hogy amit addig csináltam, azzal nem a gyógyulást, hanem a gyógyszerfogyasztást segítettem elő. Az agytörzsi programok, tehát sárga oszlopban vagyunk, falat konfliktusok. Mi az, hogy falat? Mindenkinek a túléléséhez 5 dologra van szüksége. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Remélem mindenkinek van. Tehát mindenki megnyugodhat. Nem fog most meghalni. Biztosítva vannak az életben maradás feltételei. És akármi is történik a környezetünkben, ha van levegő, víz, táplálék, hát akkor megnyugodhatnánk. Ezekből a falatokból a vízfalat begyűjtése a legborzasztóbb, mert ezt a magánnyal, az egzisztenciális konfliktussal, a kirekesztettséggel és a többi 6-7 előadást találunk ebben a témában, tessenek megnézni. A vizet visszatartottam, ott vége a történetnek. Nézzük meg, hogy miért akad el a gyógyulásunk, ott is benne van. Ez a legsúlyosabb dolog, amit elkövethetek a saját biológiai testem ellen, hogy nem veszek tudomást arról, hogy része vagyok a mindenségnek. Elegendő felnézni a csillagos égre, és rádöbbenhetek arra, hogy nem egy porszem vagyok a világban, hanem ennek a világnak egy nagyon fontos alkotó eleme. És ha így állok önmagamhoz és a világhoz, akkor a magányosságot soha nem fogom megérni. Kisagyi szint. A narancssárga oszlopnak az első felében idáig lévő programokat a kisagy vezérli. Vélt vagy valós támadás, vélt vagy valós bemocskoltság, túlzásba vitt aggódás, családi vita, veszekedés, vagyis fészek vita konfliktusok. Ezek mind a kisagy közvetítésével indítják el a programot az írhában, tehát a felsőbőr alatti rétegben, illetve ezeknek a járulékaiban, és mivel az emlőmirigy egy átalakult verejtékmirigy, ezért a gondozási konfliktus a kisagy közvetítésével meldaganatot fog létrehozni, mégpedig adenokarcinomát. Két külön előadás is van a meldaganatról, nem részletezem. A másik része a narancssárga oszlopnak, az viszont már az agybelő irányítása alatt van, az már a nagyagyhoz tartozik, mert ez, ami itt van fent, ez a nagyagy, az, ami itt van lent, az pedig az ősagy. Az ősagy irányítású programoknál először építek, aztán bontok, a nagyagy irányítású programoknál egyszer bontok, először bontok, aztán építek. Tehát az agyvelő, az önleértékelési konfliktusainkat fogja fogni, ő erre remekbe, és innen indul el a megfelelő szervhez, a megfelelő parancs, mégpedig az, hogy lebontani azt, ami nem jó, mert ez nem biztosítja a túlélésünket. Nincs tünet. A tünet majd a megoldásba jön fájdalommal, amikor visszaépítek. Agykérek az elválasztási konfliktusokat irányítja nyilván. Ez mind-mind a bőrt, a bőr felső rétegét érinti. Ide tartoznak a birtok és birtokzónán kívüli konfliktusok, valamint a működésváltozások itt a táblázat alján. Ennyi okosság után felteszem azt a kérdést, miért élünk meg konfliktusokat? Hogyan tegyük feleslegessé? Akit érdekel, megkeresi az előadást a weblapon, és megérti. Hamer doktor téziseit 98. szeptember 11-én igazolták. Mégse az 5 természettörvényt tanítják az egyetemen. Mégsem. Vajon miért? Ki irányítja a mai medicinát? Szabadságot a léleknek. Tudástár, videók, ébresztő. Tessenek megnézni. Szálljunk már rá 37 percet. Legyünk már tisztában azzal, hogy milyen világban élünk. Vegyük már a kezünkbe az életünk és az egészségünk irányítását. Mert a hatalom nálunk van, kérem szépen. Mert ha én nem betegszek meg, akkor nem veszem igénybe a rendszert. És ha a rendszer tömegesen nem veszük igénybe, akkor arra a rendszerre nincs szükség. Megszűnik magától létezni. Szóval nyilvánvaló, hogy mindent el fognak követni, hogy újabb félelmekkel, újabb megbetegítő eljárásokat elindítsanak. Remélem értik, hogy miről beszélek. A Germán Gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Miért mondom, hogy a megértéshez? Mert ameddig nem értem meg, hogy a szomszéd miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, meg tudok neki bocsátani? Nem. De a Germán Gyógytudomány segít annak megértésébe, hogy tudjam, hogy elakadt az érzelmi fejlődése 6 éves korában, úgy viselkedik, mint egy 6 éves gyerek. Igaz, hogy 50 év körül van, de ez abszolút nem számít. A viselkedése gyerek. Mert várom én egy gyerektől, hogy úgy viselkedjen, mint egy felnőtt. És mi van akkor, ha igazat adok neki? Ő is megnyugszik, és többet sem bosszant engem. Szóval a megoldások azok sokrétűek, de 24 megoldási kulcsban összefoglaljuk a 3 napos képzésben. Aki viszont figyel, és nem csak a Germán Gyógytudományt jegyzeteli, hanem az azon kívüli mondatokat, az sokkal több megoldási kulcsot kap, mint amennyit a végén nevesítünk. Mert amire figyelsz, ott a valóságod. Tehát mitől függ valakinek az úgymond megbetegedése? Az, hogy hány programot futtat, vagy konfliktusaktív, vagy megoldási fázisban van, és ha halmozom a az élvezetek helyett a félelmeket, akkor megbillen a viselkedése. Erről szólnak a konstellációk, itt van a pszichózisok és viselkedésváltozások a Germán Gyógytudomány fényében című könyvben. Weblapról megrendelhető. Tehát mit teszünk a Germán Gyógytudománnyal? Feltárjuk a valós okokat, és azt arra próbáljuk az illetőt rávezetni, hogy azt hogyan oldja föl érzelmileg. Aha, nem agyilag. Agyilag felfogjuk az egész Germánt úgy, ahogy van. De tovább szenvedünk tudományosan. Érzelmileg kell megoldani a DHS-t. Ha valakinek kifogása vagy kétsége lenne afelől, hogy vajon tudomány vagy nem tudomány a Germán Gyógytudomány, akkor nézzen utána a tudomány szónak a Wikipédián, vagy éppenséggel a Google-n. A tudomány az, ami reprodukálható. Kérem szépen, a mai orvostudomány nem reprodukálható. 5000 hipotézisen ül, és olyan régóta ismételgettünk valamit, hogy úgy van, hogy azt hiszük, hogy úgy van, aztán amikor kiderül, hogy nem úgy van, akkor csak nézzünk egy nagyot. Ezért mondta Bruce Lipton is, hogy 20 évig ő dogmát tanított az egyetemen, és nem tudományt. Nos, én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.